termés jó? Hé, kérdeztem valamit. A föld jó? A termés jó? A föld jó? Hé, kérdeztem valamit. A termés jó? Hozni át az öntözés? Halló? Halló? Boldog mi? Edvard király. Körötte csend, amerre ment, és néma a tartomány. Ezek a képsorok a Prikulics gyermekszínház projektjeként készültek a Szabad Színház műhelyében. Arany János balladájának feldolgozása a komoly társulati műhely munka eredményeként jöhetett létre, és amiért most egy külön díjat is hazahozhattak a fiatalok. A nyertes filmet Nagy Judit rendezőként, Balog Mihály, Cukor Zoltán és Kutasi László operatőrként, illetve vágóként mentorálta. A díjat a film két főszereplője vette át vasárnap délután Budapesten. A színészi pályára készülő mindössze 8 éves Vadóc Máté elmondta, nagyon sok munkával telt az elmúlt időszak, de megérte. Nagyon örültem neki, hogy sikerült a mi produkciónk, és ez nagyon jól esett. Neked ez az első filmed, igaz? Más szerepléseid gyakran vannak? Mióta foglalkozol a színjátszással? Hát olyan 4-5 évesen kitaláltam, hogy színész akarok lenni. Addig voltak mások is, hogy mondjuk tűzoltó, rendőr, meg ilyesmi, de aztán ez maradt. Mondjuk még azért sok időd van eldönteni, mert hogy mindössze 8 éves vagy. Ezt az egészet, amit most itt felvettetek, mennyi ideig tartott elkészíteni, mennyi időt szántál rá, sokáig tartott-e? Arra vagyok kíváncsi, és hogy mennyire tudtad megérteni azt, amiről szó van, mert nagyon jól játszottad. Hát egy év kb. Amíg tartott, mert egy jelenetet sokszor kellett felvenni, hogy jó legyen, és még, hát, nagyon jó volt. És mennyire értetted az egészet, amiről szó van, meg a szerepedet? Mennyire volt könnyű eljátszani? Hát nem volt valami könnyű, mert ugye én nem ez a stílus vagyok, de azért könnyű is volt, meg nem is. El tudsz mesélni egy olyan emléket, ami így a forgatásokkal kapcsolatos is úgy megmaradt benned? Mi az, ami olyan nagy élményt adott neked ezzel kapcsolatban? Hát nekem csak az, most de, hogyha rá gondolok, az jut eszembe, amikor az első jelenet, amikor mennek a szőlőnél. A szőlőnél vagyunk, és ott szedjék a többiek a szőlőt, én meg kérdezgetek. Azt tetszett a legjobban? Vagy az volt a legemlékezetesebb? Hát nekem a legjobban az tetszett, amikor ugye megőrültem, mert az olyan jó volt, mert fentről kellett lefele futni, és ugye voltak emberek a kesztyű, és rajtuk volt a kesztyű, és nyúlkáltak ki a szőlőből. Akkor ezt volt a legkönnyebb eljátszani, ezt a részt, mert hogy itt meg lehetett őrülni? Hát nekem, igen, igen. Mi az, ami most a jövőben fog veled történni? Hallom, hogy azért szeretnél még máshova is menni szerepelni. Hát igen, majd most fog következni egy olyan, amikor Mannheimba megyek, vagy Németországba, bárhol. Van valamelyik városba, valamelyik színházába, azt még nem tudjuk, mert azt még nem mondták el. És Szépség és a szörnyetekbe leszek Csorbi német darabba. Németül kell beszélni, meg énekelni, meg ilyesmi. Most mind ami kete szép sziget, ételt italt terem, s mind ami bor bezsegbe for, túl messzi tengerem. Felség, az előételek! Töltött fűk, elveg vagyokkal, s mindenféle füvekkel. A levesek! Vadrakú leves vargányával. Felség, a pecsenyék! Kemencében sült csirke Anglius-bérszín, barna fényes váltással. Felség.
felség. A ház borai. Válsz fége, s válsz fénye. Felség. A gyümölcsök. Tényék meg barackok. Felség. A desszertek. Cukrászunk Remeke a híres puddinggal. Vadet és halacs, mi az ég alatt? Szemszájnak kell. Azt látod? De ortog itt belül minden nemes. Ti urak, ti urak! Hát senki sem kocint érte pohárt. Ti urak, ti urak, ti vesz ebek. Ne éljen, Eduard! Éljen, éljen, éljen! Éljen. A Szabad Színház társulatának vezetője elmondta, a cél az volt, hogy a legfiatalabbak ne csak a színházi, de a filmes formanyelvet is megismerjék. Ez egy műhelymunkának indult a Szabad Színház Prikulics utánpótlás csoportjával és a Hangszíntér Művészeti Iskolával, hiszen ezek a gyerekek ott színjátszó csoportba is járnak, és ez egy alapfokú művészeti képzés. És az elmúlt fél évben azt a tematikát tűztük ki, hogy párhuzamosan dolgozunk színészi eszköztárral, színházi formanyelven és filmes formanyelven. Tehát ugyanazt az anyagot megpróbáljuk kétfajta formanyelven földolgozni, és ez sikerült is. A 60 éves évfordulóra is bemutattuk az aranytartalékaink blogban tulajdonképpen a Velszibárdok színházi változatát, és a Vörös Sándor Színjátszó Fesztiválon is díjat nyert a csapat, és párhuzamosan pedig dolgoztunk a filmen. Ebben az volt az érdekes, hogy milyen más eszköztárral kell dolgozni a színházban színészileg, hogyan kell valamit megoldani, és hogyan filmen. Tehát emiatt ez szerint szerintem nagyon izgalmas feladat volt mindenkinek, a mentoroknak is, meg a résztvevőknek is. Hogyan tovább egyébként? Vannak ilyen filmes sikerek, de ugye azt tudjuk, hogy jó lenne saját eszköztárral is rendelkezni ehhez. Igen, hát körülbelül 10 éves álmunk válna valóra. Én úgy látom, hogy a városnál erre fogadókészség mutatkozik. Egyrésztről ugye a Szabad Színházban egyáltalán a filmes szekciót azt én kezdtem el generálni, és úgy tűnik, hogy nagyon sikeres. Hát ahol csak elindultunk, minden fesztiválon valamelyik filmünk nyert valamit, de jó lenne, hogyha ez a 8. művészeti ág Székesfehérváron is egy kicsit megvetné a lábát, mert én úgy látom, hogy a független filmesek is, akik voltak, már öregszenek, ugyanakkor pedig hát a kreatív ipar az nagyon fontos lenne Székesfehérvár számára, és ha valakik azt gondolják, hogy egy ilyen diákfilmes, iskolákon átívelő diákfilmes műfaj csak művészet, vagy csak szórakozás, akkor azok nagyon tévednek, mert itt nagyon komoly gazdasági vonzatai vannak ennek. Egyrészt a készségfejlesztés, a struktúrában való gondolkodásmód, egy produkciónak az összerakása, tehát amikor azt mondjuk, hogy projektszemlélet, a film az abszolút erre alkalmas, a film tanítása, hiszen mindent ki kell lassítani, mindent meg kell érteni, mindent meg kell csinálni, ki kell kockázni. És hogyha valaki így képes gondolkodni, az mondjuk egy menedzserként nagyon jól megállja a helyét. Tehát nem feltétlenül csak a művészeti ágban lehet sikereket elérni, ez egy készségfejlesztés. És én úgy látom, hogy nagyon sok fiatal van, akiket ez érdekel. Én nagyon szeretném, hogyha a városnak lenne egy filmes műhelye végre, de ehhez olyan eszköztár kell, hogy a gyerekek ne a technika különböző rejtelmeiben vesszenek el, hanem inkább azzal tudjanak foglalkozni, ami őket érdekli. Ehhez pedig speciális, jól használható eszközpark kell.
Egyébként a mostani filmhez hogyan, honnan sikerült beszerezni az eszközöket? Hát ezek abszolút saját eszközök, mert az egyesületünk nem rendelkezik ilyennel. Balogh Mihály, aki rendkívül sokat segített a film elkészítésében, operatőrként is, vágóként is, tehát mi mentornak tartjuk magunkat inkább ebben a filmben. Tehát én se azt mondom, hogy rendező vagyok, mert itt az volt a cél, hogy a gyerekekkel együtt dolgozzunk. Tehát Balogh Mihály, Cukor Zoltán, Kutasi Csaba, ők nagyon-nagyon sokat segítettek, és hát saját, abszolút saját eszközökkel, és hát így úgy amúgy, ahogy sikerült. Tehát, hogy tulajdonképpen nagyon nagy kilódások árán. De hát miután már nem ez az első filmes siker, én nagyon remélem, hogy fogadókészség mutatkozik arra, hogy van értelme ezzel foglalkozni. Nagy Judit hozzátette, a társulat már több éve tervezi, hogy fehérvári fiatalokkal egy iskolákon átívelő filmes műhelyt hoz létre, amelyhez azonban elengedhetetlen a mai kor követelményeinek megfelelő, lehető legmodernebb felszerelés. Ez a terv a közeljövőben teljesülhet. Mi együtt a London utcáin? Felkötetem a Lord Major! A passzombán! Fejére szól, kiszúrt emel! Király nem hallhatik. Először kapcsolat! Hasogja a hasonlat! Fönembe zúgja átkai! A versi lakom!